Szóval múltkor, amikor bemutattam ezt a kis páterróla ekét, akkor mondtam, hogy ezt vagy törpéknek, vagy gyerekeknek találták ki. És most Krisna beigazolta, hogy tényleg gyerekeknek találták ki. Itt vannak a gyerekek, és most ők fognak vele páterolni. Hare Krishna, Krishna. Itt van Narottam, és őről annyit érdemes még tudni, hogy ő ennek a blognak a névadója, és akkor ebbe a blogba szerepel még a Mahabharat sorozat, amit több millióan láttak, több tízmillióan láttak a világon. Hány éves vagy, Narottam? Mondd meg, légy szíves. 11. Narottam 11 éves, és itt van Vedanta. Ő pedig hány éves? 11. Szóval van két 11 éves gyerekünk, és ők fognak most napraforgót páterolni. Itt van a napraforgó, amit vetettünk, néztétek a vetést. Most már szépen kikelt, itt szépen lehet látni a sorokat. Egy picit sűrűre sikerült, úgyhogy majd fogjuk ritkítani. Narottam meg a Vedanta is fog ritkítani, de reméljük, hogy inkább a sor közöket. És akkor elmagyaráztam nekik, hogy igazából ez a páterolás ez nem különbözik a videójátékoktól, szóval ez egy nagyon fontos. Sajnos még a mi gyerekeink is ismerik a videójátékokat. És akkor itt van, megmutatom nektek. Szóval ez egy 500 pontos, ez egy 500 pontos gyom. Akkor vannak az aszatok. Ez egy aszat. Ez is 500 pontot ér. Akkor vannak a folyandárok, hát azokat majd arrébb lehet látni. Folyandárok azok 200 pontosak. És akkor van a parlagfű, az 50 pontot ér, meg vannak ezek a kakaslábfűek, mondjuk ez 10 pont. És akkor, ha a napraforgót megtalálják, az mínusz 500 pont levonás. És akkor itt van a joystick, ezzel irányítják. És akkor, ahogy jönnek a gyomok, akkor lehet őket úgy kilőni, mint tudod, a videójátékba szokták. A gyerekek nagyon szeretik, és Narottam elmesélte, hogy korán fölkelt, hogy minél hamarabb kész legyen a házi feladata, hogy meg tudjuk csinálni. És ők most 11 évesek. És mondtam a Dvajpájan Prabhunak, hogy most még csak játszanak, következő évben már segítenek is, meg játszanak is, és 2 év múlva, amikor 13 évesek lesznek, akkor már majd úgy fogunk páterolni, hogy mi a Dvajpájan Prabhuval viszünk egy ökröt, és csinálunk egy sort, ők megviszik a másik ökröt, és a másik sort csinálják, és pont ugyanúgy fogják csinálni. És még 2 éjjel eltelik, ők 15 évesek lesznek, és mi ott fogunk ülni a Dvajpájan Prabhuval a hűvösbe, és akkor majd beszélgetünk, hogy emlékszem, milyen jó volt, amikor még mi csináltuk ezt, a gyerekek meg itt megcsinálják ezt a pár hektárt, és akkor utána hazamegyünk. Rengeteg pontot szereztek a gyerekek, még egy sor alatt is, egy oda-vissza alatt is. Igazából ezt csak Krisna tudja számolni, mi nem tudjuk számolni, és most nincs kiírva nekik, hogy hány pontot szereztek, de Krisna valahol azt följegyezte, hogy hány pont van nekik megszerezve. Nagyon érdekes, hogy amikor így mennek, és akkor amelyik vezeti az ökröt, akkor mindig kiabál hátra, figyelj, itt van egy 500 pontos, ezt kapd el!
nagyon élvezik. Szerintem egy nagyon jó játék. És engem nagyon-nagyon lelkesít, hogy így tanulnak meg dolgozni, hogy ilyen játszva meg tudnak tanulni dolgozni. Nagyon-nagyon lelkesítő.